Szerintem ez, hogy jó nő, ez értelmezhetetlen baromság. Egy szexizmus, ami egy ilyen jó nő iparnak az eszköze. Mérhetetlen felelős abban, hogy frusztrálja a nőket. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért van az, hogy a partnerünknek soha nem mondjuk azt, hogy te jó nő. De hát ugye én erre azt mondom, mind aki hisz a társadalmi változásban, meg a forradalmi változások erejében, hogy nagyon sok dolog van, amit csináltunk évezredeken át, és aztán egyszer csak eltűnt az emberiség életéből. Például mostanában nem szokás köztéren a vallási meggyőződése miatt elégetni embereket. Biztos, hogy az inkvizíciós hivatal kiváló, felkészült teológusai és jogászai pár száz évvel ezelőtt nagyon jól tudtak érvelni amellett, hogy erre szükség van, és biztos, hogy most újságok szerkesztői jól tudnak érvelni amellett, hogy miért fontos az, hogy legyen ilyen, hogy jó nő. Én meg azt mondom, hogy ez egy szexista hozzáállás, és borzasztó primitív, és ha egy férfi ezt számízni tudja a gondolkodásából, akkor nem korlátozza magát, hanem sokkal nagyobb szabadságra tesz el. Egyébként az egész feminista kérdésről ez a véleményem, és nem csak véleményem, hanem tapasztalatom, hogyha egy férfi rájön arra, hogy mi az a feminizmus, akkor rájön arra, hogy megéri azt, hogy ez nem a nőket szabadítja csak fel, hanem a férfiakat is. Az ő élete lesz jobb. Olyan elvárásoktól tud megszabadulni, hogy milyen a jó férfi, milyennek kéne lennie, ami gúzsba köti minden nap.